Szovjet hadifogságom története. Gulyás Lajos visszaemlékezése. Első rész. ...1944 év október 21-én estem fogságba. Akkorra egy megerősített nehéz fegyver századból már csak 13-an voltunk. Sem egy ágyú, sem egy aknavető, sem egy géppuska nem volt, minden oda veszett. A legénység egy része elesett, megsebesült, egy része fogságba esett, egy része megszökött. Gyalogsági puskánk volt. 8-10 darab lőszert kaptunk egy-egy támadás esetén, ezzel kellett volna megállítani az orosz tankokat. És azt a temérdek oroszt, akik nap mint nap megtámadtak bennünket. Amikor egy-egy faluból kivertek bennünket, a következő faluban mindig várt egy idegen, soha nem látott nyilas érzelmi magyar katonatiszt, és ordító, hősies hangon közölte, hogy ezt a gané gyáva bandát mind agyon lövöldözi. Így történt ez 20-án délelőtt is. Ekkor szintén egy tiszt vett bennünket a birtokába. Ez is olyan hős volt, mint az előzőek. Csak az volt a hibája, hogy ez is minket akart lelövöldözni, nem az oroszokat. Október 20-án délutánra összevergődtünk olyan 40 éhes, fáradt, meggyötört katona. 20-án délután a falutól 2-3 kilométerre kilettünk vezényelve az orosz támadás és előre nyomulás megakadályozására. Mink a kukoricatáblába töltöttük az éjszakát. A kukoricatáblát is verették, mert csörgött a kukoricaszár, de hála Istennek senkit nem találtak el. Akkor már az én javaslatomra mindenki kiszedte a puskából a töltényt. Üres puskákkal voltunk. Lefeküdve a kukorica köz lévő sűrű, térdig érő dudvába csendben mozdulatlanul. Gondolom, hogy mivel semmi mozgást nem észleltek, oda, ahol mi voltunk, arra részre senki nem jött be a kukorica közé. Mind elhúztak szépen mellettünk. Amikor elvonult az orosz csapat, akkor kijöttünk a kukoricásból, és bementünk a tanyába, ahol a csapat egy része volt. De ott sem élőt, sem holtat, sem egy csepp vért nem találtunk. Nem várták meg a támadást. Lehet, hogy még az éjszaka sötétség alatt elmenekültek. Okosan tették. A tanya és a kukoricatábla közt vitt el az országút. Mielőtt az országútra kimentünk, tartottunk egy kis megbeszélést, hogy most már akkor hogyan tovább. Ha nem tudtunk dönteni, hogy együtt maradjunk-e, vagy mindenki menjen, amerre lát. Össze voltunk szokva, hiszen sok rosszat értünk meg együtt. Volt, aki azt tanácsolta, hogy dobáljunk el mindent, puskát, lőszert. Volt, aki azt mondta, hogy akkor csak a lőszert. Az én javaslatom érvényesült, hogy ne dobáljunk el semmit, mert akkor azt mondják az oroszok, hogy addig lőttük őket, amíg lőszerünk volt, és csak azután adtuk meg magunkat. Lehet, hogy ez tartott bennünket életben. És azt határoztuk, hogy maradjunk együtt. Mert ha egyenként fognak el, úgy lehet, hogy egyenként lövöldöznek agyon. De ha együtt maradunk, akkor hát, ha inkább meghagynak. Azután elindultunk az országúton abba az irányba, amerről az oroszok jöttek. Egy jó negyed órát bandukoltunk, amikor feltűnt szemben az országúton az orosz lovasság. Amilyen széles volt az országút, olyan szélesen jöttek, elfoglalva az úttest teljes szélességét. Hát mi ballaktunk tovább szembe velük, lesz, ami lesz alapon. Amikor összeértünk,
Mi lementünk az árokba, és megálltunk. Ők is megálltak. Előjött egy tiszt, majd a tiszt hátra szólt, és akkor előjött egy katona. Ez volt a tolmács, aki tiszta magyarsággal megkérdezte, hogy hova megyünk. Miért nem harcolunk tovább? Van előszerünk, miért nincsenek a puskák betöltve? Majd közölte velünk, hogy legyünk nyugodtak, most már nem lesz semmi bántódásunk. Kijelölte két lovas katonát, akiknek az volt a feladatuk, hogy kísérjenek hátra a legközelebbi faluba. Az egyik lovas előttünk, a másik lovas utánunk. Hát elejében rendes gyalogütembe mentünk, hát nem sokára az első lovas megrugdosta a sarkával a lova oldalát. A hátsó orosz elordította magát, hogy davaj! Akkor hallottam életemben először ezt a gyönyörű orosz szót. Természetesen hozzá kellett fogni szaladni a lovas után. De hát nem sokáig tud az ember szaladni a lóval. Így hát kezdtünk maradozni. Ekkor a hátsó orosz elővette a korbácsot, amely szíjból volt fonva, és a ló hátáról vágta vele a népet, ahol érte. Hátát, fejét, arcát. Nem félt, hogy valakinek kivágja a korbáccsal a szemét. Folytattuk az utat, majd egyszer csak kiabálást hallottunk. Az út egyik oldalán fák, bokrok voltak, onnan ugráltak ki az oroszok, és szaladtak oda hozzánk. A két őrangyalunk megállított bennünket. Odaértnek hozzánk, egy-két szót váltanak, és már davaj, lefelé a bakancsal. A mindenkinek le kellett vetni. Mindenki kapott helyette másikat, rosszat. Hát csak én nem. Nekem a sapkám is elvették. Így mezitláb hajadon főt folytattam az utat. Nem volt nagyon kellemes, mert állandóan esett a hideg őszi eső. Majd elértük a falut, bekísértek egy kapun. Egy nagy udvarba léptünk be. Az udvar tele volt oroszokkal. Jött egy civil tolmács, és azt mondta, hogy sorba álljunk szembe a falnak. Se beszélgetni, se hátra nézni nem szabad. És ezzel elment. Az elmúlt 50 év alatt, ahányszor sötét, sárgára meszelt ház hátulját láttam, ez az esemény mindig eszembe jutott. Hogy meddig álltunk szembe a sárga fallal, azt nem tudom, de nagyon sok időnek tűnt. Egyszer csak kiabálva, jopoje mátyolva jön oda 4-5 orosz. Akkor még nem tudtuk, hogy mit jelent ez a másik csodálatos szó. De a következő pillanatban már tudtuk, hogy nekünk szól, mert hátulról öklözték, rúgták, vágták a társaságot, a dicsőséges felszabadító szovjet testvérek. Amikor ezek belefáradtak, elmentek. Kis idő múlva jött a másik csoport. Majd amikor ezek is elfáradtak, jött még egy harmadik. Közben a tudomásunkra adták, rámutatva a fejünkre, hogy pú-pú, jopoje máty! Voltak köztünk olyanok, akik akkora ütést és rugást kaptak, hogy összeroskadtak. Egyszerre a ruszki lárma megszűnt, csend lett. Majd a kapun bejött két katona, mutatják, hogy álljunk kettes sorba. Az egyik, aki rendezgetett bennünket, egy nagy, magas, talán 2 méternél is magasabb, fekete képű, egyenes tartású egyén volt. Egy jó nagy helyiségbe transzvoltálta be a társaságot. Volt bent egy asztal, egy kanapé, néhány szék és egy pad. Katona ránk mosolygott, és ránk zárta az ajtót, majd elment. Hát, hogy őszinte legyek, ennek a fekete, szigorú, durvaképű katonának a mosolya nem nagy bizalmat keltett bennem. Úgy voltam vele, hogy te se vagy külön a deákné vásznánál. Jó fél óra múlva csikordul a kulcs az árba, kinyílik az ajtó, a mi katonánk megjelenik az ajtóban, a hátán egy nagy féloldal szalonna. Azon módon kötelestől együtt, amellyel fel volt kötve a padláson.
A hóna alatt egy nagy, hatalmas, hófehér béli bácskai kenyér. Még 50 év múltával is hallom, amit a hátáról adacsattantotta az asztalra a szalonnát. Letette a kenyeret is, és mondta, hogy együnk. Csak hogy nem volt bicskánk. Mert azok, a dicsőséges felszabadító szovjet testvérek, akik a másik udvaron rúgtak, vágtak bennünket, akinél találtak, attól elvették. A jótevőnk megértette, hogy nincs bicskánk. Újra elment. Egy kis idő múlva hozott annyi kést, ahányan voltunk. Amikor jól laktunk, összeszedte a késeket és a megmaradt szalonnát, és elvitte. A kenyér az mind elfogyott. Másnap reggel, délben és este is ugyanígy ellátott bennünket. Másnap este, amikor megvacsoráztatott, elköszönt, kezet fogott mindenkivel. Megmagyarázta azzal, hogy bú-bú, hogy reggel megy bevetésre, tehát harcolni. Az volt a kívánságunk, hogy a jó Isten óvja meg minden bajtól, és segítse haza az övéjeihez. A következő napon reggel jött két dajt kiabáló ruszki. Kikísértek bennünket a falu végére. Ott várakoztunk, vagy két óra hosszat. Majd egyszer látjuk, hogy kísérnek egy nagyobb létszámú magyar hadifogoly csoportot. Lehettek olyan 400-an. Ezek közé csaptak minket is. Akkor még nem tudtuk, hogy a végcél Szeged, majd Szőreg. Én abban a vakancsban voltam, amelyikben megszülette Mezitláb. Az eső majdnem állandóan esett, és nagyon hideg volt a vizes betonút. Ebben a nagy csoportban már többen is voltak Mezitláb. Őket is felszabadították a bakancsból. Néhány nap kellett ahhoz, hogy Baja térségéből elérjünk Szőregre. Nappal mentünk, este mindig beszállásoltak valamelyik faluba, iskolákba, magtárakba. Mindig csak este kaptunk enni. A falu népe hordott össze annyi főzni valót, hát mi mást, mint krumplit. Ebből főztek levest. A hideg, szeles, őszi eső esett szorgalmasan. Az egyik napon megálltunk egy faluban, amíg a hajcsárok el nem látták magukat vízzel és élelemmel. Ez alatt az idő alatt többen megközelítettek bennünket a falusiak, már amilyen közel jöhettek. Keresték köztünk az övéiket. Három asszony hozott oda egy-egy fehér vesszőből font hosszúkás ruháskassal tetejére szelt kenyeret, hogy majd szétosztják köztünk. Az asszonyok letették a kosarakat a földre. Az egyik hajcsár odament az asszonyokhoz, és az egyiknek lecsavart egy hatalmas pofont. Utána odaszaladt a másikhoz, abba belerúgott. A harmadik az már nem várta be, elszaladt. A kenyeres kast felrúgta, a kenyér kiborult. A ruszki hajcsár a kiborult kenyeret géppisztoly sorozat alá vette azért, hogy senki oda ne próbáljon menni. A következő napon két falu közt meneteltünk. Akkor a mi 13-unk a menetoszlop közepén menetelt. Jött velünk szembe egy nagy teherautó. A teherautó előttünk belevágott a menetoszlopba, és 20-25 embert elgázolt. Nekünk nem volt szabad megállni, mert ordított a hajcsár, hogy davaj, davaj! Az emberek ott feküdtek a földön. Amikor elkerült bennünket, utána még egyszer belehajtott a tömegbe. Az utánunk jövők azt mondták, hogy ott is 20-25 ember ott maradt. Szabadkára értünk. Ott szállásoltak el egy emeletes épületbe. Éjszakára tettek be egy vedervizet, de ott már annyira fájt a jobb lábam, amelyikre jelen pillanatban is el vagyok nyomorodva, hogy nem voltam képes a vederhez oda menni. Térdig fényesre volt dagadva.
De úgy látszik, hogy valaki mégis észrevette az elkeseredettségemet, és megsajnált, mert reggelre a lábam lelappadt. Fájt még egy kicsit, de bírtam vele menni. A hajcsárok jó voltából elértük Szeged városát. A híd le volt robbantva. Rögtönzött fahídon mentünk át Szőregre. Délutáni órákban értünk oda. Minket egy nagy épület emeletére helyeztek el. Az udvarban volt egy kibetonozott szemétgödör. Abba találtam egy olyan pár női cipőt, amelyiknek a fejbőre teljesen le volt vágva, csak a talpa volt meg végig, és a sarok kérge. Az egyik ismeretlen bajtárs adott egy pár komiszkapcát, azt rácsavartam a lábamra, és egy madzaggal rákötöttem a cipőt talpát a lábam fejére. Igaz, hogy csak úgy tudtam benne járni, hogy a lábamat a szokásosnál magasabbra kellett emelgetni, hogy a cipőtalp hegye ne akadjon a földbe. Szőregen 4 napot töltöttünk. Az alatt az idő alatt tető ellen lefertőtlenítettek bennünket. Ez nagyon hatásos volt, mert addig bennem soha nem volt tető, de ettől fogva állandóan volt. Nem volt elég, hogy alig adtak enni. Egész nap gyalogoltunk, éjszaka hideg földön vagy a hideg betonon feküdtünk, hanem a tető éjjel-nappal mozgott, csípott, szívta a vérünket. Mivel több helyen voltunk elhelyezve, az egyik napon összetereltek a falunk kívül egy csomóba. Irány a vasútállomás. Ott várt az első osztályú marhavagon. Azért volt első osztályú, mert úgy volt készítve, hogy ember legyen a talpán, aki abból ki tud szökni. Azt fogadtam, hogy ha egy mód lesz, akkor nem fogtok kivinni a Szovjetunióba. Így hát azért tudtam osztályozni a vagont, mert minden centiméteres nyílást figyelembe vettem, hogy nem lehetne valahogy rajta bővíteni. Sajnos semmi remény. Az ellátással nem sok bajuk volt, mert volt, hogy 2 napig sem nyitották ránk a vagon ajtaját. És az általam már idáig is sokat emlegetett, nem kaptunk enninek, most már kezdett az eredménye mutatkozni, mert a kaszás belátogatott hozzánk a vagonba. Ha megállt a vonat, akkor dörömböltünk, nagyugatva kinyitották az ajtót, volt, amikor kivették a halottat, volt, amikor nem. Egy jó poémáttyal elintézték, és mentünk tovább. Ott rázta a vonat köztünk. Ez a látvány elgondolkoztatott bennünket, hogy ma ő, holnap vagy holnap után vajon ki. Hogy hány napig utaztunk, azt nem tudom. Mert volt olyan, nem is egyszer, hogy kilökettek mellékvágányra, és ott álltunk 2 napot. Egyszer megáll a vonat egy nagyobb állomáson. A hajcsárok nyitogatják az ajtókat kifelé, és felcsendülnek a szép dávály-dávály kiáltások. Megérkeztünk, kiszállás! Ki volt írva, hogy Timisoár, azaz Temesvár. Majd elértük a gyűjtőlágert. Temesvár város határába. A kapuban, mielőtt beléptünk volna, megállították a társaságot. Jött a lágerparancsnok, és tolmács által közölte, hogy a lágerkapun belül leterített lópokrócokra mindenki mindent, ami a zsebében van, bicska, ceruza, papír, zsebkendő, szóval minden dobáljon rá a lópokrócokra. Mert ha azután, amikor a lópokróc mellett elment, és találnak nála bármit, az az illető nagyon meg lesz verve. Azt nem mondták, hogy agyon lesz verve, ezt már mi gondoltuk, hogy addig ütik, amíg mozog. Mert ha a teherautóval elgázolt személyekért nem kellett elszámolniok, akkor ezekért sem. És ezek után már az sem maradt, amivel az orrunkat megtörőjük.
Szovjet hadifogságom története. Gulyás Lajos visszaemlékezése. Második rész. Két-három hét tartózkodás után újra vonatra szálltunk és mentünk, de nem tudtuk, hogy hová. Az úton többször álltunk, napokat. Az élelmezést ugyanolyan könnyen megoldották, mint korábban. Volt, amikor minden másnap, volt, amikor két-két nap is eltelt, mire kinyitották az ajtót. A kaszás megjelent, hol az egyik, hol a másik vagomba. Így érkeztünk meg egy másik helyre, ahol nyitogatták kifelé a vagonajtókat, és ismét felcsendült a szíved gyönyörködtető, dávály, dávály. És itt már nem lehetett azt a szót használni, hogy kiszálltunk, vagy leszálltunk, hanem inkább azt, hogy lemásztunk. Már aki tudott. Volt, aki kapaszkodva nagy nehezen földet ért, és amikor ráállt a lábára, összerogyott. Minden vagomba volt ilyen, 6-8 személy. Ezeket félrerakták az útból, és addig ott ültek, vagy feküdtek a hideg földön, amíg teherautóval el nem szállították valahová. Hogy hová vitték őket, azt nem tudom. A lágerbe nem hozták. Majd újra megérkeztünk egy lágerba. Ez volt a híres fogsáni fogolyláger. Fogsáninak hívták azt a várost, amelynek a határába ez a láger volt, és ez már az igazi Romániában volt. 40-50 ezer fő befogadására volt alkalmas. Nagy, hatalmas deszka barakok voltak. Egy barakba 350-400 ember belefért. Naponta egyszer délbe kaptunk etni, kukorica daralevest. Nagy szemesre volt darálva, mint a csirkedara. Tiszta vízben felforralták, se só, se egy csepp zsír nem volt rajta. Ritkán közben néha főztek olyan fehér, nyúlós, guztustalan valamit, úgy nyúlott, mint a... Volt úgy, hogy ebédre egy szem kocka cukrot kaptunk. Itt már módosult az ellátás, mert amíg Temesváron nem kaptunk reggelire, itt már reggelire is kaptunk. Méghozzá nem is messzire kellett érte menni, mert mihelyt kilépett a fogoly a barakajtón, már osztották is neki két oldalról. Ugyanis reggelenként még alig virrat kiajtottak bennünket a barak elébe. Az ajtón kívül mind a két oldalon ott várta a népet egy ruszki, meg egy ruszin, tehát négyen. Mindegyiknél egy-egy görbebot. A ruszinok magyar katona ruhában. Ezek közt kellett kimenni. Az a kiéhezett, meggyötört, legyengült társaság ment, ahogy tudott. Ez a négy állat osztotta a reggelit a görbebottal, ahogy csak bírta. Hogy hol csattant a bot, azt nem nézték. Hátán, fején, arcán, ha védte az arcát, vagy a fejét a karjával, akkor azon. Ebéd kiosztás alkalmával az egyik fogolynak nem volt csajkája. Elkérte attól, aki már kiette belőle a moslékot. Hát víz nem volt, hogy kimossa. Oda ment, hogy majd kiveszi az ebédjét. A csajkán meglátszott, hogy már valaki evett belőle. A ruszki feltételezte, hogy az illető másodszor ment. Volt a kezébe egy akkora moslékkavaró, mint ő. A kavaróval úgy fejbevágta az illetőt, hogy ott rogyott össze. Hogy mi lett vele, azt nem tudom. Gyorsan felkapták és elvitték. Soha nem mosdottunk, még az arcunkat se, nem volt víz, még inni sem. Egy kút volt az egész láger területén. Annyian álltak sorba, volt olyan, hogy odaállt reggel, és még este felé nem jött, nem került rá sor. Amikor valamelyik testvér megunta őket, akkor szétszavarta a népet. Én sose álltam sorba. Azzal a vízzel voltam, ami a moslékom volt. És lehet, hogy ez még jót is tett, mert ez fel volt forralva. Akkor már hideg volt éjszaka, fáztunk.
Először úgy oldottuk meg a problémát, hogy két ember összevetette a hátát, és melegítettük egymást. Hát ez csak fél megoldás volt, mert csak a hátunk nem fázott. Eltalálta az egyik, hogy fele feküdjön alulra hasra, a másik fele feküdjön felülre, hanyat háttal, össze takarónak. Amikor a felsősor fázik, akkor váltás. És ez a módszer bevált. Már annyira, hogy nem aludtott sem az alsó sor, sem a felső sor, csak hát nem fáztunk annyira. Az embertelen ellátás miatt eluralkodott a hasmenés. Ez állandó ingerrel és borzasztó hasfájással járt. Egyéb gyógyszerünk nem volt, mint hogy fogtuk a hasunkat mind a két kezünkkel napokon keresztül. És hát ez a fajta gyógyszer nagyon soknak nem használt, annyira legyengült, hogy jártányi ereje is alig volt. Ezeket szedték össze naponta és vitték el, de egy se jött vissza belőlük sose. Az egyik reggelen beállított egy ruszki tiszt egy tolmáccsal, és tudomásunkra adta, hogy a mai napon útba indítanak bennünket Oroszországba. Az általam és sokak által gyűlölt mindenre kapható hízelkedők közül most is akadt, aki magyar katonai vezény szóval katonás rendbe sorakoztatott fel bennünket. Ezek voltak azok, akiknek a magyar honvédségben elfelejtettek rangot adni. Hiszen ismertem én ezt a fajta embertípust. Összeterelték a népet az emelvény elé. Megjelent két szovjet tiszt és egy tolmács. Felmentek az emelvényre, és megkezdődött az ünnepség. Közölték, hogy kivisznek bennünket a Szovjetunióba. Amíg a háborúnak nem lesz vége, addig nem engednek haza. Odakint dolgozni kell. Ő tudja, hogy sem az elhelyezés, sem az élelmezés nem volt megfelelő. Ennek az volt az oka, hogy nem otthon a Szovjetunióba vannak. És itt nem úgy áll rendelkezésükre semmi, mint otthon. Majd most a kijárati kapunál, ha megyünk kifelé, mindenki kap egy fél kilós cipót. Minden vagomba kályha van beszerelve, természetesen tüzelőanyag. Be van készítve szalma, hogy ne padlón kelljen feküdni, mert az út hosszú lesz. Amikor vége lett a szovjet tiszt által tartott szentbeszédnek és elmentek, utána lehetett mozogni, beszélgetni. A beszéd tárgya természetesen a kenyér volt. Méghozzá az a kenyér, amelyet majd a kapuban kapunk. Az egyik azt mondta, hogy ő mind megeszi. A másik azt tervezte, hogy csak a felét eszi meg. A másik felét meghagyja holnapra, hátra holnap nem adnak. Amikor az oszlop eleje odaért a kapuhoz, és meg akart állni, hogy majd megvárjuk a kenyeret, felharsant a dávály, dávály. Nem volt szabad megállni. Menni kellett tovább. Nem lett kenyérosztás. Tovább folyt a bizakodás, tovább folyt a találgatás, hogy majd biztos a vasútnál osztják. Ott tényleg osztották, de nem a kenyeret, hanem a korbácsot. Mert a marhavagonokra nem volt lépcső szerelve, és a ruszkik lassúnak találták a felszállást, és a korbáccsal bírták iparkodásra a társaságot. Mivel a ruszki tiszt szerint be voltak szerelve a kályhák a vagonokba, a fogoly társaság az úton talált gajakat, fadarabokat felkapotta az úton, hogy majd milyen jó lesz a kályhába tüzelni. Hát nem is volt ez rossz gondolat. De amikor kiértünk a vagonokhoz, az volt az első parancs, hogy a tűzre valót nem szabad a vagonokba felvinni. Majd a felszállás előtt megkezdték a hajcsárok a motozást úgy, hogy még a sapkákat is megemelték. Nem visze fel a sapka alatt valami szúróvágószer számot. Hármasával álltunk sorba, én álltam középen, az egyik oldalon állt mellettem egy tartalékos honvéd, a másik oldalon egy férfi szabósegéd. A nevét már elfelejtettem. Azt mondja nekem, hogy ide figyelj, komám, van én nálam két kis olló. Az egyiket neked adom, tedd el, majd jó lesz odakint. Mondom neki, hogy hogy találsz ki ilyet? Nem látod, hogy az előttünk valóknak még a sapkájukat is leemelgetik? Hát csak nem veretem meg magam. Addig beszélt, míg végén azt mondtam neki, hát akkor add ide. Úgy gondoltam, hogy hát, ha nem találják meg. Ha megtalálják,
Hát, ha kibírom a verést. A katona nadrágoknak olyan széles korcuk volt, hogy abba kellett belehúzni a nadrág szíjat. A nadrág szíj alá dugtam be a kis ollót a hasam felől. Alig volt ez az olló nagyobb, mint a házi ollónak a fele, de erős volt. Nem kevés izgalmon mentem át addig, amíg sikerült átjutnom a motozáson, de hála jó Istennek nem találták meg egyikünknél se az ollót, és így sikerült felvinni a vagomba. A ruszki tiszt által beígértekből se kályha, se tűzre való, de egy szál szalma nem volt a vagomba. És most rájöttem, hogy milyen gazdag ez a ruszki nép. Mert amelyik nép ennyire tele van embertelenséggel és hazugsággal, az nem lehet szegény. Ezt a sok gúnyolódást, amit teszek a ruszkik felé, már kezdem restelni. De még az sem szolgáltat a részemre elég tértet, ha olyan szókat írnék a papírra, amit szégyelnék ideírni. Azért a sok állati munkájukért, amit velünk elkövettek. Mint már említettem, a korbácsütések által kapott jegyekkel felszálltunk. Ránk zárták az ajtókat, és elindult velünk a vonat az ígéret földjére. Azért írom, hogy az ígéret földjére, mert az a szovjet tiszt, aki az indulás előtt megígérte a kenyeret, a kályhát, a tűzre valót, a szalmát, az azt ígérte, hogy majd odakint minden jó lesz. Annyi ember zsúfoltak be a vagonokba, hogy lefeküdni éjszakára nem lehetett. Úgy tértünk Nyugovóra, hogy az első leült a vagon sarkába, szétvetette a lábát, a második a lába közé ült, és így tovább, egészen addig, amíg mindenki elhelyezkedett. Így szondikáltunk, mert aludni nem tudtunk azon a hideg, kemény vagondeszkán. Reggel úgy segítette a nép egymást felállni, mert a kemény padlódeszka annyira elnyomta az embert, hogy nem volt képes a saját erejéből felkelni. De sajnos ez a szűk hely a vagonban állandóan bővült, mert a kasszás nem maradt el tőlünk. Tovább jött velünk. Voltak köztünk olyanok, akiknek megvolt a kulacsdekniük, ennek volt olyan 15 centis csuklós fogója, nyele. Ennek a segítségével kidugták a kulacsdeknit a vagon vasrácsos szellőző ablakán, és a vagon tetejére hulló eső víz belecsurgott, csepegett a deknibe. Ilyen volt a vízellátás. De ebből a vagon tetőről lecsorgott kátrányos ízű és szagú vízből se jutott annyi, amennyi a szervezet vízhiányát pótolta volna, mert mindenki szomjas volt, mindenki inni akart. És nem addig tartogatta az edényt a csurgó, csepegő víz alá, ameddig akarta, mert a vízre várókat a sorban állók leszólították, hogy most már elég. És volt még egy hely, ahol a vagonban megszületett törvények szerint sorba kellett állni. Ez pedig a vagon sarkába kivágott lyuk volt. Nagy szükség volt rá, mert a vasmenés oda kényszerítette a népet. Voltak olyanok, akiknek már könyörgésre kellett fogni a dolgot az ott kucorgóval szemben, hogy csak egy kicsit engedj oda, aztán visszaengedlek. Nem tudom, hogy keveredett közénk egy német, akkor, amikor volt a lágerben sok német fogó is, méghozzá elkülönítve. Ő is hasmenésbe szenvedett. Az egyik alkalommal sürgősen kellett volna neki ezt a bizonyos lyukat megközelíteni, de hiába törtetett, mert az előtte állók, az ugyanoda várok nem engedték soron kívül előre. Így hát beállt a várakozók végére, majd kis idő múlva látjuk, hogy Fanny dörzsöli a térdét össze, és egyszer csak dirdur. Olyan büdös volt, hogy vagy három napig mindenki menekült mellőle. Le kellett írnom ezeket a gusztustalan dolgokat, mert ez szerves része volt az ottani életünknek, és tulajdonképpen ez volt a probléma. Másnap reggel azt mondja egy katonabajtás, akit Lászlónak hívtak, hogyha még máma se adnak enni, akkor megszökünk. Mondom neki, ha nekem ebédre csirkepaprikást adnak, én akkor is megszökök.
Azt mondja, ő is. Igen, ám, de hogyan? Délelőtt folyamán egy párszor körül vizsgálódtunk a vagon oldalán, nem találunk-e olyan kis rést, amit meg lehetne valahogy nagyobbítani. De nem találtunk. Egy remény maradt, az ajtót kell valahogy kinyitni. Amikor megállt a vonat ebédosztásra, és kinyitották az ajtót, akkor figyeltük meg, hogy hogy van bezárva. A vagonajtó bezárása úgy működött, mint amikor az istálóajtót bekapcsoljuk. Csak itt nem egy szára volt a kapocsnak, hanem kettő. Mind a két kapocs szára alul ki volt fúrva, és amikor mind a két kapocs átment a lyukon, a kifúrt lyukba vastag drótot dugtak, hogy a kapocs ne tudjon felrázódni. A megoldás az volt, hogy a kapocs felett akkora lyukat kell vésni, hogy a kéz kiférjen. Mind a ketten a kisollóra gondoltunk. A terv megvolt. Csak azt kellett megvárni, hogy besötétedjen, hogy ne lássa senki. Amikor besötétedett, hozzáfogtunk a kisollóval vésni a lyukat. Amíg az egyik véste, a másik odállt át a mögé és falazott, nehogy valaki észrevegye. Végül is a lyuk ki lett vésve. A következő feladat kinyúlni és kicsavargatni a drótot és bevenni. Amikor a drótot bevettük, akkorára a vonat befütyült a következő állomásra. Gyorsan vissza kellett tenni a drótot, mert amikor a vonat éjszaka megállt, a hajcsárok zseblámpával végigvizsgálták az ajtókat. A drót vissza lett téve, oda nyomtam a hátam a lyukra, hogy a lámpa fénysugara ne világítson be a lyukon. Az ajtókat vizsgáló tovább ment, nem vette észre. Amikor a vonat kiment az állomásról, újra bevettük a drótot, és kikapcsoltuk az ajtót. A guruló ajtót ki akartuk tolni, de ketten nem bírtuk. Szóltam a mellettünk állóknak, hogy ki van bontva az ajtó, segítsetek kitolni, és aki úgy gondolja, hogy szökni szeretne, és akar is, az szökhet. Akivel kivéstük az ajtót, a Laci bajtárs állt közvetlen közel az ajtóhoz. Azt kérte, hogy mondjam meg neki, hogy én kiugrok-e, mert ha én nem megyek, akkor ő sem. Azt mondta neki, hogy már is ugorj, megyek utánad. A vonat teljes sebességgel ment. Kiugrott. Én utána. Az ugrás jól sikerült, csak az lett a baj, hogy a szőregen talált női cipő elveszett ugrás közben, elszállt. Kerestem, de nem találtam. Mezitláb maradtam. A megbeszéltek szerint mentem vissza az elsőhöz. Alig tettem meg 40-50 lépést. A vasútról beleestem egy olyan 3 méter mély, 15-20 méter széles vasút alatti vízáteresztőbe. Szerencsére nem történt semmi bajom, még csak a mesztelen lábam se ütöttem meg. Az is szerencsém volt, hogy nem volt benne víz. Az áteresztőből könnyű volt kimászni, mert az oldala nem volt meredek. Megállt a vonat. És nem sok idő után jött is vissza. De már lőtték is jobbra-balra a világító rakétákat. Hozzáfogtam szaladni. De csak addig lehetett szaladni, amíg a következőt ki nem lőtték. Kerestek bennünket, lőtték a rakétákat. Ott szaladgáltak, nem messze hozzám, kiabáltak. A vonatról működtették a fénysugárszórót. A földtől 1 méter magasságban. Úgyhogy most már nem volt ajánlatos mozogni. Volt egy hosszúkás gödör, ahonnan valamikor fát vettek ki. A gödör körül volt nőve tüskés akászfa hajtással. Abba a gödörbe lapultam meg. Azt nem vettem észre, hogy valakit megfogtak volna. Egyszer csak elindult a vonat, elmentek. Úgy éreztem, hogy a szökés csak részben sikerült. Egyszer, mert egyedül maradtam, másodszor, mert a lábbeli alkalmatosságot elvesztettem, vagyis mezitláb maradtam. Tudtam, hogy nem messze a szovjet határtól. Sokat kell még lépdesnem, és sok akadály állja az utamat, mire a magyar határa érek. Annak alapján, hogy a vonat merre ment Oroszországba, ellenkező irányba indultam hazafelé. Így ballagtam a borult, sötét román éjszakában.
Egyszer látom, hogy előttem valami feketélik, lassan, óvatosan megközelítettem, majd kiderült, hogy kévébe kötött, kúbba állítgatott sás volt. Elhatároztam, hogy nem megyek tovább. Megágyaztam, a sásnak egy részét fekhelynek, a másik részét takarónak használtam. Elaludtam. Arra ébredtem, hogy fázok. Kibújtam a takaró alól, akkor már kezdett virradni. Tele lett a fülem, nyakam azzal a piszokkal, ami a takaróból kihullott. Kis idő múlva látom, hogy majd merről jön fel a nap, ami most már meghatározza pontos irányt, hogy melyik irányba kell indulnom. Természetesen kikerülve faluttanyát, embert. Útközben találkoztam vadrózsabogyóval, és ettem, mert éhes voltam. Nagyon jót tett, mert megszüntette a hasmenésemet. Este felé feltűnt egy falu. Meglassítottam a lépést, hogy akkorára érjek a falu alá, amikor az emberek már nem nagyon járkálnak. A nap lemenőbe volt. Ekkor már a fűszfa súga közt mentem, nehogy valaki meglásson. Ahogy beírtam a falu alá, a súha köz zörgést hallottam. Majd megláttam, hogy egy ember vágja a vesszőt. Megálltam, hogy mit csináljak. Oda menjek-e, vagy ne? Oda mentem. Köszöntem neki magyarul. Ő fogadta románul. Addig mutogattam neki, míg megértettem vele, hogy szeretném a katona ruhát elcserélni. Meg a földön rajzoltam neki, hogy ez Románia mellett Ungária, és én ide szeretnék jutni. Megértette. Majd ő, mutogatva, megkérdezte, hogy éhes vagyok-e. Tudomására adtam, hogy igen. Mutatta, hogy most elmegy, és hoz nekem ruhát és ennivalót. Mutatta, hogy ott várjam meg, és elment. Szovjet hadifogságom története. Gulyás Lajos visszaemlékezése. Harmadik rész. Este felé feltűnt egy falu. Meglassítottam a lépést, hogy akkorára érjek a falu alá, amikor az emberek már nem nagyon járkálnak. A nap lemenőbe volt. Ekkor már a fűszfa súga közt mentem, nehogy valaki meglásson. Ahogy beírtam a falu alá, a súga köz zörgést hallottam. Majd megláttam, hogy egy ember vágja a vesszőt. Megálltam, hogy mit csináljak. Oda menjek-e, vagy ne? Oda mentem. Köszöntem neki magyarul. Ő fogadta románul. Addig mutogattam neki, míg megértettem vele, hogy szeretném a katona ruhát elcserélni. Meg a földön rajzoltam neki, hogy ez Románia mellett Ungária, és én ide szeretnék jutni. Megértette. Majd ő, mutogatva, megkérdezte, hogy éhes vagyok-e. Tudomására adtam, hogy igen. Mutatta, hogy most elmegy, és hoz nekem ruhát és ennivalót. Mutatta, hogy ott várjam meg, és elment. Óvatosságra intettem magam, elmentem onnan egy helyre, ahonnan meg tudtam figyelni, hogy hoz-e ruhát, ennivalót, nem másod, esetleg harmad magával jön-e. Kis idő múlva megjelent, karjára terítve a rongyokkal. Egyik kezébe valami sárga színű, úgy nézett ki, mint amikor a birkasajtot két felé vágják. Csak ez élénk sárga volt. Hozzáfogott tekintgetni, keresni, mivel nem találta megbeszélt helyen. Amikor láttam, hogy nincs veszély, előjöttem.
Nem csinált velem rossz üzletet, mert adtam neki egy olyan katonanadrágot meg zubbonyt, amelyet pár hónappal ezelőtt vettem fel. Kaptam érte egy fekete nyári össze-vissza hasadozott nadrágot. Egy térden alul érő sötét barna színű, a lópokrócnál is durvább szövésű, a kolostori barátokéhoz hasonló állású akármit. Akkor a galéria volt, hogy leért a könyökömig. Se gomb, se gombjuk nem volt rajta, bő volt. Egy maccaggal kellett a derekamon körülkötni. Nem hiszem, hogy nem volt köze a kolostorhoz. Kaptam még a fejemre egy valamikor volt fekete kalapot. Szalag nem volt rajta. A széle olyan csula volt, hogy egy síkba futott le a felső részével. Úgy nézett ki, mint egy süveg. Méghozzá nagy is volt. Alig láttam ki alóla. Kaptam egy bőrcsizmaszárból készült bocskort, és két zsák darabot. Ezt csavartam a lábamra, és így húztam rá a bocskort. A bocskornak volt mind a két oldalt szíja, és ezzel kellett a bokán felül megkötni. És az elébb említett kezébe tartott sárga ennivaló, ez kukoricalisztből főzött, ha jól emlékszem, a román nevére mamalig volt. Majd később megismerkedtem a magyar nevével is, puliszka volt. Amikor átöltöztem és megszemléltem magam, úgy néztem, hogy nem sok értelme volt a cserének, mert ez az öltözék épp úgy árulkodik, mint a katonaruha. De aztán megnyugtattam magam, mert úgy néztem ki, mint egy rongyos cigány. A bocskornak örültem a legjobban, mert most már nem sütötte a talpam a vizes hideg föld. Amikor átöltöztem, el akartam indulni. Nyújtom neki a kezem. Fejét rázza, hogy ne menjek. Mutogatva magyarázta, hogy amíg be nem sötétedik, addig vágja a vesszőt, utána majd bemegyünk ő hozzájuk. Majd ott alszok. Eljött az az idő, amelyet alkalmasnak talált az indulásra. Vállára vette a kéve vesszőt, és elindultunk. 400-500 métert mentünk, mire elértük a falu szélét. A második házhoz mentünk be. Bent fogadott bennünket egy öreg ember. Barátságosan, kedvesen mosolygott. Egyedül élt. Az, akivel bementünk, az a fia volt. A fia nem időzött, elment. A helyiségben volt egy ágy, egy asztal, két szék és egy kemence kuckóval. A bútorok régiek, rozogák voltak, már a festék se látszott rajtuk. Az apóka mutogatta, hogy menjek be a kuckóba és feküdjek le. Ő is lefeküdt. A kuckóban meleg volt, mert a kemence melegített. Világos reggel volt, amikor felébredtem. Hogy milyen jót pihentem, azt leírni nem lehet. Odajött az apuka, és mutatta, hogy maradjak. Szívesen maradtam. Elkészítette a reggelit, puliszkát főzött, meg olyan apró krumplit, hogy akkorák voltak, mint egy cseresznye. Egy kis bádogtányérba melegített fagyút, és abba törölgettük a hajába főtt krumplit. Azt a napot ott töltöttem nála. Ebédre és vacsorára reggeliből megmaradt puliszka volt. Másnap reggel korán keltünk, főzött a papa egy akkora puliszkát, mint egy 3 literes lábas. Beletette egy rongy tarisznyába, tett még a tarisznyába aszalt gyümölcsöt, ezt kaptam útravalóul. Elvezetett oda, ahol a folyón át lehetett menni. Akkor már teljesen világos volt. Kezet fogott velem, és azt mondta, hogy haj. Ami magyarul azt jelenti, hogy erre egy menj. Egy lerobbantott 50-60 méter hosszú vashíd volt. Palló deszkák voltak közé dugdosva úgy, hogy kapaszkodva át lehetett rajta kelni. Átjutottam a hídon, a hídtól egyetlen egy gyalogút vezetett, ezen folytattam az utam. Estére, mivel besötétedett, újra elértem egy faluhoz. Gondoltam, hogy bekéreckedek a falu valamelyik szélsőházába. Azért ragaszkodtam a szélsőházakhoz, mert ha menekülni kell, itt egyből kint van az ember a határba, és arra szalad, amerre akar.
Elhatároztam, megpróbálom, hát ha beengednek. Kisházikó volt, olyan egy szoba, egy konyhás lakás. Megyek a ház elébe, egy nagy fehér kutya rohan felém. Az volt a szerencsém, hogy meg volt kötve. Kijött a konyhába a férfi, kinézett a kis ablakon, utána újra bement a másik helyiségbe. Majd vissza kijöttek, de már hárman. Egy ember, egy asszony és egy 15 év körüli lány. Felfegyverkezve, vasvilla, balta, lapát. Az ajtót nem nyitották ki, hanem mind a hárman, ahogy csak a torkukon kifért, ordították, hogy policár, policár. A kutya is annyira ugatott, ahogy csak telt tőle. Tehát innen menekülni kell, hozzá fogtam szaladni. Amikor elérhettem olyan 200-250 méterre, két puskalövés dördült el, majdnem egyszerre. Tehát meg lehetett állapítani, hogy két fegyveres van. Amikor eldördültek a lövések, hasra vágtam magam. Utána kilőttek még néhány lövedéket. Amikor abba hagyták, felugrottam és szaladtam tovább. Kevés gyalogolás után elébem jött egy kicsike szalmakazal. Felmásztam a tetejére, belefúrtam magam, és mivel nem fáztam, jót aludtam. Reggel kipihenve indultam tovább. Az egész napi utam zavartalan volt. Itt már dimbes-dombos volt a terület, sűrű, lombhullató erdők és legelők váltották egymást. Egy ilyen sűrű, töltyfa erdőbe szállásoltam be éjszakára. Vastagon volt a lomb, a fák levele az erdőben, a földön. Ebből csináltam ágyat, takarót. Lefeküdtem. Szinte kísérteties, riasztó csend volt az erdőben. Aludni nem bírtam, mert fáztam. A lombtakaró nem volt olyan jó, mint a sáskéve vagy szalma. Alig vártam, hogy virradjon, és indulhassak tovább. A tarisznyában volt még puliszka, az aszalt gyümölcsöt már megettem, mert az jobb volt, mint a puliszka. A dombok állandóan nagyobbodtak. Este felé, amikor felértem az egyik domb tetejére, jó messzire női személy legeltetett, térítgetett olyan 30-40 birkát. A fázós, álmatlan éjszaka után úgy gondoltam, hogy milyen jó lenne éjszakára meghúzódni a birkák közt a melegen. El is határoztam, hogy megpróbálom. Ahogy a domboldal kanyarodott, úgy követtem a pásztorlányt. Egyszer csak kibontakozott egy kis falu. A falu szélén lévő egyik házhoz terelték be a birkákat. Mire a lány becsukta a birkákat, akkorára én is ott voltam. Addig mutogattam a lánynak, hogy megértette a szándékomat. Akkorára kijött a házból még két lány. Majd megbeszélték, és rázták a fejüket, hogy nem engedik. Egy néhány házzal beljebb mutatott egy másik házra, hogy oda menjek beszállást kérni. Bemegyek a kapun, az egyik helységben világosságot látok, oda megyek. Az volt az istáló. Ott volt a gazda. Mutatom a gazdának, hogy mi a szándékom. Ő is mutatja, hogy megérti, maradjak. Nagyon megörültem. Kis idő múlva jön az asszony, hoz egy bögre tejet, meg egy darab kenyeret. Amikor megettem, mutatja az ember, hogy menjek utána. Kimentük a kapum, megyünk beljebb a faluba. Egyszer megáll, mutatja, hogy ahhoz a házhoz menjek be. Benézek, egy cigányasszony, meg egy 8 év körüli kis cigánylány van odabent. Mutatja a cigányasszony, hogy üljek le. A helyiség egyik végéből volt a fekhely. Földbevert karókra szerelt deszka, prics. Oldala nem volt, csak az ajdeszka négy-öt személy elfért rajta. Jó meleg volt odabent. Kis idő múlva megjött a gazda. Mondja neki a háziasszony, hogy milyen vendég érkezett. Az ember mutatja, hogy maradjak. Már úgy éreztem, hogy minden rendben van. Nem sokára megjelent egy 35-40 éves ember, hozott egy másfél literes üveg tejet. A cigányasszony főzött puliszkát, nekem is akartak adni, de én nem voltam éhes, így nem fogadtam el. Az, aki odajött, az nem volt cigány. Az magyarázta, hogy majd, ha befejezik a vacsorát, utána elmegyünk ő vele, és én ott alszok ő nála, mert ő maga van. Itt meg hárman vannak. Én lennék a negyedik.
Elindultunk még bejebb a faluba. Odaértünk egy kocsmához, mutatta, hogy bemegyünk és majd iszunk. Amikor átléptem a küszöbön, láttam, hogy a fogason ott lóg két szuronyos puska. Egy asztalnál ülnek a puska gazdája, két román csendőr. El vagyok fogva. Minden összeomlott. Hiába való volt a sok izgalom, a bizonytalanság, az éhezés, a fagyoskodás. Mondták a csendőrök, hogy üljek oda. Fröccsöt iszogattak. Nekem is adtak egy pohárral. Kaptam tőlük egy doboz cigarettát. Persze egy ufám se volt. A csendőrök adtak tüzet. A csendőrök ahány pohár bort megittak, ugyanannyit adtak nekem is. Sőt, még vacsorát is rendeltek nekem. Puliszkát, sült csirkét, savanyú káposztával. Éjfél felé lehetett az idő, amikor kocsizörgést hallottam a kocsma előtt. A csendőrök felkerekedtek, intettek nekem, és kimentünk az útra. Ott várt egy lovas kocsi. Mentünk vagy másfél órát, mire elértük a következő települést, ott volt a csendőrőrs. Nem bírtam aludni. Az foglalkoztatott, hogy most már hogy lesz tovább. Hajnal felé nyílik az ajtó, bejönnek négyen, a negyedik egy csendőr, aki azonnal vissza kiment. A második a Laci cimbora, akivel a vagonajtót kivéstük, és még két ismeretlen, akik szintén szökevények voltak. Később megtudtam, ugyanabból a vagonból szöktek, amelyikből mi. Kérdezem Lacitól, nem ismersz rám? A hangomról megismert. Nagyon megörültünk egymásnak. A részemre idegen két szemét, mind a kettőt Mihálynak hívták. Laci, mivel napok óta ismerte már őket, Miskának szólította. Az egyik budapesti volt, a másik soproni. Így lett az egyik pesti Miska, a másik soproni Miska. A csendőrök nem bántottak, nagyon barátságosak voltak. Reggel kaptunk enni, és utána indulás tovább. Délután két óra felé elértünk egy nagyobb településhez. Ki volt írva a települést jelző táblára, hogy Piatra Nimcu. Amikor bent jártunk már a város belsejében, egy térre értünk. Az egyik nagy épület kapuja tárva nyitva. A kapuban géppisztoly és katona áltört. Oda mentünk be, ott volt a szovjet katonai parancsnokság. A csendőrök átadtak bennünket a parancsnokság udvarába, volt egy nagy pince, oda csuktak be. Ott már volt lent négy német. A szovjetek nem bántottak, nem voltak gorombák. Egyszer kaptunk egy nap enni, mindig délben, főtt ételt, abból, amit ők ettek. Kaptunk eleget. Az ételhez megfelelő minőségű kenyeret, annyit, hogy meg se bírtuk enni. Az öreg román papától kapott tarisznyába gyűjtögettem ezt a maradék kenyeret. A fiatal szervezet, amely a rossz gondviseléstől gyorsan leromlik, a gondját viselik, ugyanolyan gyorsan megerősödik. Így jártunk mi is az alatt a pár hét alatt, összeszedtük magunkat, megerősödtünk. Ott létünk ideje alatt összefogdostak még öt németet. Így a teljes létszám 4 magyar és 9 német, összesen 13 lett. A korábban oly büszke, gőgös németek éppen olyan jámbor szerények lettek akárcsak mi. Ezeknek sem dörgött az ordító, parancsoló hangjuk. Az egyik nap délután lejött a pincébe az egyik szovjet katona, és mutogatta, hogy mindenki szedje össze a holmiát, és menjünk felfelé. Odafent várt ránk 4 román katona szuronyos puskákkal. Előttünk töltötték csőre a puskákat. Elindultunk a városból kifelé. Estére elértünk egy faluba. Egy kocsmának a tánctermébe lettünk beszállásolva. A következő nap is folytattuk utunkat, és a korábban említett csontászárat kenyére nagy szükség lett, mert a román katonák nem gondoskodtak ennivalóról. Ezen az estén nem szállásoltak be sehová. Hiába tiltakoztunk, menni kellett tovább. Katonák egyre sűrűbben mondogatták, hogy háj, háj. Tehát, hogy gyerünk, gyerünk.
A németek hátul, hogy langsam, lassan. A németek által diktált tempót tartottuk be, mert valóban langsam mentünk. Sötét éjszaka volt már, amikor szembe találkoztunk román borszállító lovas fúvarosokkal. Elhaladtak mellettünk már vagy 200 méterre, amikor a katonák utána kiabáltak a borszállítóknak. Amíg kiabálgattak, az egyik német az útszéljárokba hirtelen hasra vágta magát, s ott maradt. Mi pedig mentünk tovább. A katonák bort kértek a szállítóktól, és kaptak is. Megállítottak bennünket, három visszament borért, egy ott maradt velünk. Amelyik velünk maradt, egy sorba állította a népet szembe ő vele. Ő állt a köves út közepén, mi meg az út szélén. Rágyújtott egy cigarettára, ahogy elfújta a gyufát, a világosságot hirtelen követte a vaksötétség. Ezt egy német kihasználta, kiugrott a sorból és elszaladt. Visszajött a három katona nagy örömmel, mivel telekapták a kulacsokat. Itatják a negyediket, ők is isznak, ez alatt ismét kiugrik egy német a sorból. A román katonák, mint akik jól végezték dolgukat, újra kettes sorba állítottak bennünket, indulásra kész. Megszámolják a társaságot, nem stimmel a létszám. Újra számolják, hárommal csak kevesebb. Két katona elindult, az egyik jobbra, a másik balra, a szökevényeket keresni. Ezek pár száz méterre mentek tőlünk el. A harmadik csak annyira ment el tőlünk a sötétségbe, hogy a velünk ott maradottal összekiabáltak. A román katonák lövöldözve keresték a németeket. Visszajöttek a katonák, persze, hogy nem fogtak meg egy németet sem. És most már kiabálva veszekedve egymásra. Amíg egymást marták, addig egy német megint elszaladt. Újra megolvastak bennünket, megint egyel kevesebb. Ekkor már hányták magukra a háromágú keresztet. Elindultunk, a katonák folytatták a torzsalkodást. Nem messze mentünk, mert a legközelebbi tanyába beszállásoltak. A tanyában lakott egy öreg ősz vállig érő hajú csángó magyar. Beszélgettük a németek szökését, és elszólta magát magyarul. Megörültünk az öregnek, hogy tud magyarul. De megbánta az öreg csángó, hogy elszólta magát, mert utána egy magyar szót se lehetett belőle kihúzni. Alig kezdett világosodni, elindultunk. Volt a németek közt egy erős fizikumú szőke, a szakáll olyan sárga és ragyogós volt, mint az arany. Ez a német mutatta a saját nyakán, hogyha másként nem tudunk a román katonáktól megszabadulni, akkor megfojtogatjuk őket. Hát nem nagyon tiltakoztunk a javaslat ellen. Most már nem féltünk a katonáktól. Hiába biztattak bennünket, hogy háj, háj, nem siettünk. Sőt, ha úgy tetszett, meg is álltunk pihenni. Megértettük a németekkel egymást, hogy a ránk következő éjszaka megszökünk valahogy. Estére újra beértünk a faluba, ki volt írva, hogy Fogsáni 7 kilométer. Most már mindenki idegeskedett, mert az idő is, meg a távolság is nagyon rövid volt. A szokás szerint beszállásoltunk. Szalmát terítettünk a földre, az egyik felől a románok, a másik oldalba meg mink. Szintén a szokás szerint egész éjjel égett egy petróleumlámpa. Egy katona őrködött felváltva, egy széken ülve. A többi aludt. Az őrködőnél puska, a többi puska egy sarokban volt állítva. A németek az ajtóval szemben feküdtek, sorban. Mi mellettük. Az egyik miska feküdt közvetlen a németek mellett. Mindenki úgy aludt, mint a nyúl a bokorba. Majd szundikálás közben odajött mellém miska, súgja, hogy a németek elszöktek. Felnézek. Látom, hogy mind a négy katona alszik. A németek helye üres. A négy puska a sarokba van állítva. Azt kérdezi a miska, hogy mi mit csináljunk. Mondom neki, hogy a legnagyobb csendben megyünk utánuk.
teljes zaj nélkül osontam ki az ajtón. Erre nagyon alkalmas volt a román papától kapott bocskor, amely semmi nesz nem hagyott maga után. Utánam a többiek. A kis kapu is tárva nyitva volt. Így pillanatok alatt az utcán voltunk, és abba az irányba, amerről az este a faluba jöttünk, ahogy csak tőlünk telt, hozzá fogtunk szaladni, minél előbb kijutni a házak közül. Amikor kiértünk a faluból, azonnal letértünk a köves útról, hát ha jönnek utánunk. Nekivágtunk a szántó földekben, és eltűntünk a sötétségben. Szovjet hadifogságom története. Gulyás Lajos visszaemlékezése. Negyedik rész. Amikor kivilágosodott, elhatároztuk, hogy most már nem mehetünk mind a négyen együtt, külön kell válnunk. Mert négy személy együtt azonnal feltűnik és gyanúsá válik. Ezért a két Miska együtt, én és Laci szintén együtt. Megbeszéltük, hogy úgy megyünk, hogy állandóan szemmel tudjuk tartani egymást. Ha olyan területre érünk, ahol valami zavarná a kapcsolattartást, fás vagy bokros terület, akkor megállnak és megvárnak. Most már akkor melyik kettő menjen elől? Azt mondta a két Miska, hogy majd ők. Délután olyan két óráig simán ment minden. A szántóföldeken lévő kocsi úton követtük őket. Amikor odaértek egy erdőhöz, gondoltuk, hogy az erdőnél megállnak és bevárnak bennünket. De nem így történt. Ők mentek tovább. Mi is mentünk utánuk. Már nem messze voltunk az erdőtől, amikor hangos kiabálást hallottunk. Utána 4-5 puskalövés dördült el, és azután csend lett. Azonnal letértünk az útról egy másik irányba, nehogy szembe találkozzunk a puskásokkal. Az erdőn túl lakott terület lehetett, mert a lövések után kutyaugatások hallatszottak. Soha többet nem találkoztunk velük. Arra gondoltunk, lehet, hogy a román katonák valamilyen járművel elébünk kerültek a köves úton. Este felé járt az idő, amikor homokos területre értünk. Ott már voltak szőlők, gyümölcsösök telepítgetve. Jó messzire 3 épületből álló tanya látszott. Megyünk a kapuhoz, a kapunál 3 hamis kutya fogadott. Nem mertünk bemenni, még örültem is neki, hogy hála Istennek, mikor a kutyaugatásra megjelent az udvaron egy ember. Kiszólt románul. Hát persze, hogy nem tudtunk rá felelni. Oda jön a kapuhoz, köszön románul. A köszönésben benne van a bún. Azt már mi is tudtuk, hogy az azt jelenti, hogy jó. Így hát mi is ráztuk a fejünket, hogy jó. Majd megkérdezi csángó magyar kiejtéssel, hogy magik nem magyarok? Erre elönt mind a kettőnket az öröm. És mondjuk, hogy de igen, azok vagyunk. Laci rátért a lényegre, kérte az embert, hogy adjon valami ennivalót, mert nagyon éhesek vagyunk. Azt mondta az ember, hogy adna, de őnek is sincs. Majd várjuk meg, az úr nem sokára jön, és ha az azt mondja, hogy adhat, akkor majd ad. Megérkezett az úr. A kapuban megbeszélték a mi érkezésünk és ott létünk miértjét. Az úr mondta az embernek, hogy mondja nekünk, hogy menjünk be. Odavezt megtudtuk, hogy azt a csángó magyart, aki a kapuban fogadott, magyarul Gyuri bácsinak,
románul Györgyinak hívták. Leültünk, az úr kérdezett, mi válaszoltunk minden kérdésre őszintén. A Gyuri bácsi tolmácsolt. Elmondtuk azokat az eseményeket, amelyeken eddig keresztül mentünk. A végén a Gyuri bácsi tudomásunkra hozta, hogy az úr megkedvelt bennünket. Azt mondta, hogy ha akarunk, ott maradhatunk, pihenjük ki magunkat pár napig. Majd valahogy megpróbál segíteni, hogy eljussunk a magyar határig. Az úr valóban kint aludt a tanyán. Hozott magának két töltés töltött káposztát. Ide adta nekünk. Hozzá egy darab kenyeret. Ez volt a vacsoránk. A lakóépület egyik végében lakott a Gyuri bácsi a feleségével, meg az egyik rokon a lányával. Abban az épületben volt az úrnak berendezve egy szoba. Az épület másik végében volt egy nagy helyiség. Ebbe a helyiségbe kaptunk elhelyezést. A helyiségben volt bent egy berakott spárhelt és egy csoportos fekhely, amely olyan széles volt, mint a szoba, faltól falig. 40-45 centi magas, földbe ásott lábakon állt. Ennek a végén lehetett ülni, ez volt az ágy, ez volt a szék, ez volt az asztal, semmi más nem volt bent. A pricsen volt egy-két ruhadarab, mert ez volt a szekrény is. Kérdeztük, hogy hát ezek a ruhák kié? Azt mondja a Gyuri bácsi, hogy a fiúké, a Pistáé és a Miskáé. Nem sokára jönnek haza, dolgozni vannak, ők is itt laknak. És ezek románok? Nem. Felelte a Gyuri bácsi, magyarok. Tehát 5 csángó magyar lakott a tanyába, akiket az úr alkalmazott. Gyuri bácsi volt a megbízott. Ő ott lakott télen-nyáron. Széles csoportos fekhely azért volt, hogy munkaszezonban az idény munkások ott aludtak. Munkaszezonra Gyuri bácsi abból a faluból toborzott munkásokat, ahonnan az 5 csángó magyar jött. Ugyanis mind az 5 egy faluból valók voltak. Estére megérkezett a 2 fiú. Elmondták, hogy a falujuk a Kárpátok hegyei közt van, de nem az erdélyi oldalon, hanem a román hegyek közt. Ha felmennek a falujuk melletti hegyre, oda látszik az első magyar falu. Mondtuk Lacival, hogy bár már arról a hegyről néznénk lefelé a magyar falura. Másnap reggel kipihenve ébredtünk, mivel az úr kint aludt a tanyán, ő is hazament Fogsáni városába. A 2 fiú elment a kocsival valahová. Mi pedig a Gyuri bácsinak segédkeztünk a tanyába nap-nap után. Volt az úrnak egy nagy pincéje, tele különféle almákkal. Megkezdődött az alma válogatás, amelyen mi is részt vettünk. Annyi almát ehettünk, amennyit akartunk. Az úr minden nap kijött, megkérdezte, hogy hogy vagyunk, hogy érezzük magunkat. Látta, hogy szorgalmasan dolgozunk, mosolyogva mondta, hogy bún. Azt ígérte, hogy egy hónap múlva elengedi haza a 2 fiút. Ad majd a mi számunkra pénzt, és a 2 fiú átvezet a határon. Még nem telt le a hónap, amikor csendőrök jöttek és kerestek minket. Egy szomszéd tanyán húztuk meg magunkat. Már éjfél felé járt az idő, amikor Gyuri bácsi átjött értünk. Elmondta, hogy a 2 csendőr mindenütt keresett bennünket. Az istáló padláson volt széna, azt is átszurkálták a puskára feltűzött szuronnyal. Amikor visszamentük a tanyába, mind a 2 fiú megjött Fogsániból. Az úr parancsára még az éjjel el kell indulniok haza, minket pedig magukkal vinni egészen ő hozzájukig. A már említett hegyre felkísérni és átsegíteni a határon. Ezt a parancsot kapták az úrtól. Az úr odaadott Pistának 5-500 lejt, román pénzt, a részünkre, az esetleges költségekre. A terv az volt, hogy a tanyától 3 kilométerre van egy vasúti megálló, amelyen minden éjszaka 2 órakor áthalad egy üres tehervonat, amelyik ott meg is áll. Arra a tehervonatra fellopóckodunk. Ez az üres tehervonat egészen az ő falujukig viszi az üres vagonokat.
Itt megrakják tűzifával, amely viszi a fát Románia belsejébe, és amely szerelvény már délután 2 órakor megérkezik az ő falujukba. A 2 fiú ezzel a tehervonattal szokott hazajárni, és még van neki 2 előnye, hogy sehol nem várakozik, és fizetni sem kell. Amikor elköszöntünk Gyuri bácsitól, nekem is meg Lacinak is adott egy házi készítésű rongypokrócot, amit nappal magunkra teríthettünk, mert már akkor hidegek voltak. Éjjel meg ezzel takaróztunk. Kimentünk az említett megállóhoz, jött is a tehervonat, fel is szálltunk. Elindult velünk a vonat. Örültünk, mert egy remény újra megcsillant előttünk. Megígértük a fiúknak, ha sikerül szerencsésen megérkezni, akkor az úrtól kapott pénzünket nekik adjuk. A pénz az Pistánál volt, de kisebb világosodott még rendesen, a vonat megállt egy nagyobb állomáson, és nem ment tovább. Azt mondták a fiúk, hogy nem is megy tovább, hanem reggel 8 órakor megy arra egy személyvonat. Így hát le kellett szállni. Az állomás tele volt ruszki és román katonákkal, sőt, még szolgálatban lévő csendőrök is voltak. A civil utazó közönség egy része a padokon, a másik része padlón feküdt. Várták annak a vonatnak az indulását, amellyel majd mi is tovább utazunk. Az egyik fiú megváltotta a jegyeket. Mondtuk a fiúknak, hogy mi is feküdjünk le, tegyünk úgy, mint aludnánk, de sarokba feküdjünk, mégpedig úgy, hogy mi fekszünk a helyiség valamelyik sarkába belülre, ők meg mellén kívülre. Azért, hogy ne kerüljön közelünkbe olyan román személy, akinek beszélgető kedve támadna. Nem tudnánk a kérdéseire válaszolni, és már gyanúsá is válnánk. Nagy nehezen eljött a vonat indulás ideje. Marha vagonokból átalakított személykocsikba szálltunk. Itt is mind a ketten az ablak mellé ültünk belőre, a 2 fiú pedig kívül. Megmondtuk a fiúknak, ha mégis szólna hozzánk valaki, akkor ők azonnal válaszoljanak. Tehát elindult velünk a vonat, nagyon szépen haladtunk, reménykedtünk, hogy most már talán nem akadályozza utunkat semmi. De nem így történt. Délután 2 óra felé járt az idő, amikor a vonatunk beérkezett egy állomásra. Alig, hogy megálltunk, orosz katonák jöttek fel a vonatra, és minden férfi embert lehajtottak. Kiabálták a davaj, davajt. Azért írom le ezt a szót több helyen is, mert nekem annyira megtetszett. Pláne, hogyha valaki ordítva használja. Hogyha ezenbe jut, még 49 év után is borsókázik a hátam. Az állomáson kívül állt egy tervonat, megrakva 1 méter hosszúra vágott tűzifával. Azt kellett átrakni a mellette álló, szélesebb nyomtávú ruszki vagonokba, ami ment a szovjetba. Becsületesen dolgoztunk, mert azt mondták a ruszki katonaúrak, hogy amíg a fa át nem lesz rakva, innen addig senki el nem mehet. Egy idő múlva átszólok Laciékhoz, hogy hát a Pista, nagyon csendben van, nézzétek már meg. Megnézik. Pistának hűlt helye. Elszökött. Keressük, nem találjuk sehol. Kérdezik a Miskát. Azt mondja, hogy ő nem tudja, neki nem mondott semmit. Megkértük Miskát, hogy ha már Pista elszökött, akkor legalább te ne hagyj itt bennünket, ha jó Isten áldjon meg. Hiszen tudod, hogy milyen lehetetlen helyzetben vagyunk, és hogy mennyire rá vagyunk utalva segítségetekre. Ha el akarsz szökni, akkor szóljál, hogy merre szöksz, mi 1/4 óra múlva ott leszünk utánad. Azt fogadta, hogy ő nem szökik el. Majd estére, ha a ruszkik elengednek, akkor majd együtt megyünk. Megnyugodtunk, úgy gondoltuk, ha már Pista elszökött és elvitte a pénzt, akkor majd Miska elkalauzol bennünket, mivel ő tud románul beszélni. Dolgoztunk tovább. Egyszer átszólok, kérdezem Lacit, hogy hát a Miska hol van? Azt mondja, hogy itt van. Újra kérdezem, hogy hát hol?
Azt mondja, hogy hát ebben a pillanatban még itt volt. Keressük, nem találjuk sehol. Ő is elszökött. Elvitték a pénzt. Azért szöktek el tőlünk, hogy a pénz az övék maradjon. Hogy mennyit ért az a pénz, amit az úrtól kaptunk, azt nem tudom. De biztosan érdemes volt vele odébb állni. Szerettem volna kihallgatni őket, hogy vajon mit mondtak az úrnak arról a jelenetről, amikor átléptük a határt, hogy búcsúzott a két hadifogoly szökevény. Raktuk a fát egész sötétedésig. Amikor besötétedett, szóltam Lacinak, hogy tovább nem dolgozok. Figyelj ide! Felveszek a tűz mellől egy üveget, honom alá csapom pokrócomat, és elindulok vízért. A vízcsap az állomás épület hátulján van. A vízcsapnál leteszem az üveget, és abba az irányba megyek tovább. Addig, amíg a kivilágított területről a sötét részre nem érek. Ott megvárlak. Amikor odaérsz, majd szólok, hogy itt vagyok. És elindultam. Minden a leírtak szerint történt. Nem sokáig kellett várni, egyszer látom, hogy jön a sorstárs. Mondom neki, hogy el innen, minél messzebb erről a forgalmas helyről. Azt mondja, hogy ő nem jön tovább, hanem bemegy a csendőrségre és feladja magát, mert ő neki elég volt mindenből. Ő tovább nem bujkál. Mondtam neki, ahogy akarod, magaddal azt teszel, amit akarsz. Akkor elválik az utunk, mert én megfogadtam, hogy bármi fog is történni, én nem megyek a ruszkik országába, mert én nekem meg ezekből az állatokból van elegem. A végén csak velem jött. Kiértünk a városból, ott országút nem volt. Mentünk árkon, bokron, egyenesen a sötét éjszakában. Egész úton zsörtölődött. Már egy jó órája mentünk, amikor megláttam egy akkora világosságot, mint egy gyertyafény. Mondom a sorstársnak, hogy látod-e azt a kis fény? No, odáig megyünk. Ahogy közeledtünk, a világosság mindig nagyobbodott. Majd kutyaugatás hallatszik, tehát vagy tanya, vagy falu. A falu legszélső házából szűrődött ki világosság. Én mentem elől. Románul köszöntem jó estét, így szólt, hogy Bunaszára. Kértem szállást. Hát az már nem ment simán, kézzel, lábbal kellett mutogatnom, de a házigazda megértette, és mondta, hogy lehet. A vendégfogadónk beszélgetett hozzánk, de nem sokra ment velünk. Annyit megtudtunk vele értetni, hogy Erdélybe, Sepsiszentgyörgyre megyünk, odavalók vagyunk. Ami románul mondva, transzilvániai Szunti Györgyire. Nem sok idő múlva bejött egy 25-30 éves férfi. Köszön románul, jó estét. Mi fogadjuk románul, hogy jó estét. Lehet, hogy a mi köszönésünk nem romános hangzású volt, mert nyomban megkérdezte, hogy maguk magyarok. Mondjuk neki, hogy azok vagyunk, megyünk haza a Sepsiszentgyörgyre, mert odavalók vagyunk. Az oroszok elhajtottak, marhacsordával az állatokat vagomba rakták, és vitték Oroszországba minket, meg elcsaptak, hogy menjünk, ahogy tudunk. De hát azt se tudjuk, hogy merre kell menni. Éltünk a Gyuri bácsi által betanított mondókával. Azt mondja az illető, hogy ő meg Aradra való, de már évek óta itt él. Hívtuk haza, jöjjön velünk, majd mi elkísérjük. De nem jött. Elmondta a szállásadónknak, hogy az oroszok révén kerültünk Romániába, és most megyünk haza. Így a vendéglátónk még barátságosabb lett. Kértük az aradi férfit, hogy adja meg a jó irányt hazafelé. Írja le románul annyi falu, település nevét sorba, ahogy következnek, amennyit csak tud. És írja le románul, hogy hogy kell megkérdezni a mindig következő falut, hogy hány kilométerre van. Leírta sorba, ahogy egymás után következnek 7 település nevét. Megmondta, hogy amikor a 7. településen megyünk keresztül, találunk egy 2 tornyú román templomot. A templomtól jobbra laknak túlnyomó részben csángó magyarok, és ott kérjünk további útbaigazítást.
Majd elment az aradi magyar, és örültünk. Azt mondtuk, hogy ezt a szemét már a jó Isten küldte a segítségünkre. Az öreg román bácsitól kapott tarisznyába volt még abból a puliszkából, amelyet a Gyuri bácsiék adtak, és abból vacsoráztunk. A házigazdáékkal egy szobában aludtunk, ők hárman voltak, a gazda, a felesége és egy egyéves kisfiú. Hármuknak összesen egy ágyuk volt. Mi szalma nélkül a földön heveréztünk. Reggel korán, még a hajnali szürkületben boldogan útnak indultunk, most már kicsit reménykedve. Szovjet hadifogságom története. Gulyás Lajos visszaemlékezése. 5. befejező rész. Egyszer látjuk, hogy előttünk halad egy női személy. Gondoltuk, hogy ez csak is a következő faluba iparkodhat. Elhatároztuk, hogy megpróbáljuk utolérni, hát ha megtudnánk tőle valamit, ami számunkra fontos lehet. A vártnál sokkal hamarabb sikerült megközelíteni, mert a női személy kissé nehézkesen sántítva járt. Utolértük. Köszöntünk magyarul. Fogadja magyarul. Megkérdeztük, hová megy. Mondja, hogy a következő faluba, mivel ő odavaló. Hát maguk hová mennek, kérdezi. Mondjuk, hogy mi meg Sepsiszentgyörgyre. Elmosolyodik, és azt mondja, hogy ne haragudjanak, de én ezt nem hiszem el. Maguk nem úgy beszélnek, mint mi. Észre lehet venni a beszédjükről, hogy maguk anyaországi magyarok. Ő neki megmondhatjuk, mert ő nem árul el minket, hanem ha tud, inkább segítségünkre lesz. Őnek is oda van a bátyja, mint magyar katona, zászlósi rangba, de nem tudnak róla semmit. És hozzá fogod sírni. Mikorára elértük a falut, akkorra elmondtuk a lánynak a teljes igazságot. Kezdett esteledni. Azt mondta, hogy menjünk ő hozzájuk, majd ők adnak vacsorát, és majd valahol alszunk náluk. Amikor beállítottunk hozzájuk, az édesanyja nem tiltakozott, de látszott rajta, hogy nem túlságosan örül a vendégeknek. Vacsora után még beszélgettünk, majd közölték, hogy a szomszédban már megcsinálták részünkre a szállást, és majd ott fogunk aludni. Ezek szerint az óvatosság véget nem merték vállalni, hogy ott éjszakázzunk náluk, ugyanis Matildka kettesben éldegélt az édesanyjával. A szomszédban volt két férfi, és azok nem féltek tőlünk. Reggel Matildka átjött értünk, és közölte, hogy mielőtt tovább indulnánk, majd felmegyünk a községházára, és kérünk valamilyen igazolást. Mert nem ritka esemény, hogy az ilyenfajta személyeket, mint maguk, ha a románok megtudják, elárulják és elfogadják. Mindegy, hogy magyar vagy német szökevény. Ha német bujkál a hegyoldalak erdeibe, akkor még a magyarok is képesek rá, hogy addig hajtják, kerítik, amíg meg nem fogják. Annyira haragszanak a németekre. Tehát azért kell valamilyen hivatalos igazolás, mert anélkül szinte lehetetlen a továbbjutás. Felmentünk a községházára Matildkával, és ő kért a részünkre egy hivatalos igazolást, ami azt igazolja, hogy mi ott voltunk az egyik fafeldolgozó fűrésztelepen dolgozni. A háború ott szorított, és most megyünk Aradra.
A községházán megkaptuk az igazolást, örültünk, visszamentünk Matildkáékhoz. Az ottani környezet, a szomszédság már megtudta, hogy milyen két személy van a faluban. A szomszédokat a kíváncsiság összegyűjtötte. Az összegyűltek közt voltak a falu bölcseiből, az öreg emberekből, akik azt tanácsolták, hogy még ezzel az igazolással sem tanácsos elindulni. Miért nem maradunk addig, míg a helyzet egy kicsit nem rendeződik? Ha már idáig sikerült eljutnunk, vannak itt a faluban olyan családok, ahová még nem jöttek haza az emberek. Az asszonyok kínlódnak, nincs a háznál, aki dolgozzon. Az asszonyok nyakán ott van 4-5 gyerek. Biztosan akadnának a faluban olyanok, akik a munkánkért felvállalnának bennünket. Itt ebben a faluban nem kell félnünk, mert ez tiszta magyar lakta falu. Itt nem lakik egy román sem, aki elárulna, és már mondták is Matildkának, hogy kikhez ajánljon be bennünket. Matildka egy 22 éves, szőke, törékeny alkatú, a jobb lábára és bal kezére nyomorult volt, tehát sántítva tudott járni. Én ilyen durván írtam le, hogy nyomorult volt, mert azt mondták, hogy kezére, lábára félszeg. Így hát a mi félszeg védőangyalunk elindult a faluba nekünk helyet keresni. Olyan másfél óra elteltével megjött nagy örömmel, hogy sikerült, mind a kettőnknek talált külön-külön helyet, és majd estére, ha besötétedik, mind a kettőnket elkísér. Eljött az este, elindultunk elfoglalni a Matildka által előkészített menedékhelyet. Menet közben azt mondja Matildka, hogy majd először oda megyünk, ahol Lajos marad. Bemegyünk az első helyre, bent a háziasszony és 4 kisebb-nagyobb fiú gyermek. A legnagyobb olyan 10 éves, a legkisebb meg olyan 3 éves. Mondja a Matildka, hogy na Lajos, akkor majd maga marad itt. Mondom neki, hogy jól van. Azt mondja erre Laci sorstárs, hogy már pedig itt ő marad. Kérdezem tőle, hogy hát miért? Matildka már így rendezte el, és hát még kifogásod van ellene. Azt mondja erre a sorstárs, hogy engem nem érdekel se Matildka, se te. Mondom neki, hogy hát jól van ezen, mert ne vesszünk össze, akkor maradj te itt. Amikor kijöttünk, akkor mondja Matildka, hogy a barátja nem jó választott, mert ahova most megyünk, az ennél sokkal jobb hely. Majd rájöttem, hogy azért rendezte így az elhelyezésünket, hogy a jobb helyre a jobb öltözetű személy kerüljön. Az én öltözékem nem nagyon volt elragadó. Megérkeztünk a második menedékhelyre. Mondja Matildka, hogy ide jövünk, ez a Tóth Miklós bácsi háza. Bemegyünk a konyhába, olyan 35-40 éves asszony fogadott bennünket, aki igen jól öltözött volt. Ez volt a háziasszony. Matildka Márika néninek szólította. Összesen 6 női személy volt a háznál. A Miklós bácsi édesanyja, aki 80 éves körüli volt, Márika néni, a Miklós bácsi felesége, a 17 éves Bözsi, a 14 éves Klária, a 9 éves Anci és a 4 éves Éva. Leültettek egy székre. Nem nagyon volt kedvem beszélgetni, mindenre a legrövidebben válaszoltam. A tetűjeim foglalkoztattak. Arra gondoltam, hogy jól nézek ki, ha feltetvezem a családot. El is határoztam, hogy megmondom Márika néninek, hogy nekem csak az istálóba adjanak helyet. Már arra is gondoltam, hogy legalább addig, amíg itt ülök, ki nem ásszon belőlem egy. Szerencsére nem sokáig kellett izgalomban üldögélnem, mert Márika néni készítette a fürdővizet, a teknőt, a legidősebb lánya Bözsike hozta a konyhába az édesapja fehér neműjét. Kikészítették a Miklós bácsi cipőjét, ruháját, fehér neműjét, a teknőt, a fürdővizet, kértem borotválkozó felszerelést, ollót. Amikor minden el volt készítve, bementek a szobába, jó éjszakát kívántak, és magukra zárták az ajtót.
Először levetettem az apostoli izét, és kidobtam az ajtó elébe. Aztán az ollóra váró munkát végeztem el. A bajuszt, a szakált csak nyírás után lehetett leborotválni. Utána megszabadítottam magam a rajtam lévő rongyoktól, beleraktam az apostoli szűrizébe, és az összeset kivágtam az udvarra. Megfürödtem, felvettem a hófehér, tiszta, kellemes illatú fehér neműt, és perceken belül elaludtam. Igen. Le kellett írnom a tisztálkodás és a ruhaváltás fent felsorolt folyamatát. Nem találok rá megfelelő szót, megfelelő kifejezést, amellyel kellőképpen tudnám érzékeltetni, hogy mit jelentett számomra ez a változás, ez az esemény. Hogy mit jelentett lemosni magamról a félesztendő óta rám rakódott, a vastagságtól már megcserepesedett piszkot, amely állandó viszketést, vakarózást idézett elő. Arra ébredtem, hogy valaki a vállamnál fogva költöget. Márika néni köszönt jó reggelt. Felöltöztem a kapott ruhába, ami pontosan jó volt rám. Amikor újra kijött, Márika néni azt mondja, hogy hát Lajos, nem az az ember kelt fel ma reggel, akitől az este annyira féltünk, és aki elől bezárkóztunk. Maga nagyon ijesztően volt öltözve. Az este, amikor megláttuk, azon gondolkoztam, hogy megmondom, hogy nem fogadom el magát. A legelső dolgom az volt, hogy kértem egy ásót, és elástam a rongyokat. Majd az istálóban közösen megetettük az állatokat. Volt 3 tehén, megmutatta, hogy melyik fajta takarmányból mennyit szokott adni. Reggeli után megkérdeztem, hogy van-e olyan munka, amelyet szeretné, ha elvégeznék. Azt mondta, hogy egyelőre nincs. Mondtam, hogy akkor majd keresek. Nekifogtam az udvaron, rendet tettem, feltakarítottam, a takarmánykazlak környékét felgerebjéztem. Megjegyezte Márika néni, hogy amikor a férjem idehaza volt, akkor sem volt ilyen rend az udvaron. 2 nap múlva felkeresett Matildka, és tudotta velem, hogy a barátja küldött, azt üzeni, hogy még ma este okvetlen menjen el hozzá megbeszélni a továbbindulást. És miért magát küldte, kérdezte Matildkától. És miért nem tudott eljönni? Elmentem a megbeszélésre, közli velem, hogy úgy készüljek, hogy holnap reggel indulunk tovább hazafelé. És ez a közlése szinte parancs szerint hangzott el, mintha valamikor én lettem volna beosztva az ő szakasz parancsnoksága alá. Mondom neki, hogy hát ez nem is olyan egyszerű. Hát miért nem? Kérdezi. Azért, mert látod, hogy rólam lecserélték a tetves rongyot, rendes ruhát kaptam, és én ezért a ruháért még nem dolgoztam meg. Végül megegyeztünk, hogy 2 hét múlva indulunk tovább. Én majd addig iparkodok dolgozni a ruháért. 3 nap elteltével Márika néni bement a boltba, amikor hazajött, mondta, hogy a faluban az az újság, hogy a barátja már 2 napja elment. Rossz volt még rágondolni is, hogy a türelmetlen hazavágyás véget újra a fogsáni lágerbe találjam magamat. Úgy gondoltam, hogy jó lesz nekem, ha nem hetek, hanem hónapok múlva jutok is haza, csak biztos legyen. Segítségre vártam. Olyan segítségre, amely engem az eddigi hepehupás útjaimon átsegített. Amikor a vagomból való kiszabadulásunk után még egyedül jártam a román földet, sokszor felnéztem az égre, és kértem a segítséget. Kóborlásom közben eszembe jutott egy nagyon szép református ének, amelyet katolikus vallású létemre még idehaza egy református vallásos estén tanultam meg, és amelyet a román településektől távol vándorolva többször halkan elénekeltem, amelynek gyönyörű dallama van, és amelynek a szövege a következőképpen szól.
Mit óhajt az bűnös ember fájból szenvedésedet? Mivel a falu szélén laktunk, az egyik napon Márika néni bevent a boltba, amikor hazajött, azt mondja, hogy azt az újságot hallotta, hogy a fiatal embereket elviszik koncentrálni. Kérdeztem tőle, hogy hát az meg mit jelent? Azt mondja, hogy beviszik katonának 2-3 hónapra kiképzésre. Mondom neki, hogy nagyon boldog tudnék lenni, hogyha ezen a kirándulásomon még román katona is lehetnék. Kérdezem tőle, hogy mennyire tartja elfogadhatónak ezt a hírt. Azt mondja, hogy ez igaz, mert olyan embertől hallotta, aki biztosan tudja. Hát ki az az ember? Azt mondja, hogy a férje unokatestvére Tóth Géza, aki a román járásbíróságra jár behetenként 2-szer, mint tanácsos. És ez a Géza bácsi nem tudna nekem egy olyan igazolást szerezni, amely lehetővé tenni az átjutásomat a román határőröknél? Azt mondja Márika néni, hogy majd megpróbálja. Valóban 8-10 nap múlva megkaptam az igazolványt, amely román nyelven volt géppel írva. Román bélyegzővel és aláírással volt ellátva. Gulyás Ludovik, román állampolgár, transzilvániai, azaz erdélyi, Háromszék megye, lemniai lakos, aki Magyarországra, Szolnok megye, Tiszaúg községbe megy családi ügyben. 30 napon belül köteles visszautazni Romániába. Egy hétfői nap hajnalán indult a vonat. Több napi utazás és többszöri átszállás után megérkeztünk az utolsó román határállomásra. Amikor a vonat megállt, a román határőrök leszállítottak mindenkit, és betereltek egy nagy terembe. Nem mondhatom, hogy nagyon nyugodt voltam. Majd rám került a sor. A táskában csak ennivaló volt. Amikor adja vissza az igazolványt, azt mondja, hogy bún. Átvizsgálás után újra felültünk a vonatra, átjöttünk a határon. Itt már nem kellett leszállni. Feljöttek a magyar határőrök, és adjon Isten jó estéttel köszöntöttek bennünket. Bármennyire is keresnék, nem találnék megfelelő szavakat, amellyel ki tudnám fejezni azt az örömet, hogy újra itthon vagyok, magyar földön vagyok. És most újra eszembe jutott a már leírt református ének versének az utolsó 2 sora. Az egyik napon megérkeztem a szolnoki állomásra olyan 8 óra tájban. Elég sokan szálltunk le, majd pár perc múlva azt látom, hogy mindenki eltűnt az állomásról. Hát senki nem utazik tovább. Furcsa volt, mert jól ismertem a szolnoki vasútállomás nyüzsgését, mivel katonakoromban sokszor utaztam rajta keresztül, és most sehol egy lélek. Átmentem az állomás város felőli oldalára. Kis idő múlva jött arra egy néni. Hát maga meg mit sétálgat itt, fiatalember? Tovább utazok, várom a vonatindulást. Akkor se itt várjon. Hát maga nem tudja, hogy mi történt itt az elmúlt napokban. Jó Isten áldja meg, menjen innen valahová, mert az elmúlt napokban ment egy vasúti szerelvény, amely magyar hadifoglyokat vitt Oroszországba. Megállt az állomáson, és akiket megbírtak fogni férfiakat, elmentem a nénivel, nem messze laktak. A néninek megvolt a férje, 2-esben éldegéltek. Augusztus 15-ét írtak azon a napon. Igazi meleg nyár volt. Kiültünk a ház előtt lévő jó hűvös fa alá, volt rá időnk elbeszélgetni. Újra elmondták, hogy a felszabad dúló szovjet testvérek mit műveltek, és még megtoldották annyival, hogy a ruszki állatok nőket is fogdostak össze. Miután megerőszakolták őket, utána elengedték. És ez világos nappal volt.
Azt mondták, hogy odahallatszott hozzájuk a nők segélykiáltása, sivalkodása és a ruszkik lövöldözése. Ez a jólelki asszony nagy gondot fordított még arra is, nehogy egy perccel hamarabb kimenjek az állomásra, mint ahogy az szükséges. Megérkeztünk lakitelekre. A vonat ment tovább, Félegyházára. Megtudtam, hogy a tiszaugi híd le van rombolva, komppal lehet átjutni. Amikor átértünk a komppal, és felértem a gátra, és megláttam a református templom tornyát, amely ugyanolyan volt, mint régen, és mégis ilyen vonzónak, ilyen szépnek sose láttam. Amikor beértem a faluba, a legnagyobb gondom az volt, hogy figyeltem a háború nyomait, a szétlőtt házakat, a lövedék által roncsolt háztetőket, de hála a jó Istennek ilyet nem láttam. Még jó kedvemben meg is jegyeztem, hogy hát itt talán puhára sütött, hajába sült krumplival haigálták egymást. És most már úti célom végére értem. Hazajutottam. Itthon vagyok. Figyelem! Szintetikus hang következik. Tisztelt egyedülálló lányok, hölgyek!
e-mail címen parkereső.prozak@gmail.com, a kapcsolódó webhely parkereső.blogspot.com, megbízható, őszinte, közvetlen, türelmes, segítőkész és jóhiszemű fiatalember vagyok. Egy olyan nőt keresek, akivel egy összetartó párost alkothatnánk. E-mailben vagy PM-ben tudjuk fölvenni a kapcsolatot. Érdeklődési köröm főképp az informatika, természettudományok, társadalom, vallás, pszichológia, önfejlesztés és a művészetek köré szerveződik. Egészségtudatos, gyermektelen nővel barátkoznék lakóhelytől, életkortól függetlenül, hosszú távú, komoly párkapcsolat reményében. Írjon nekem, s ismerjük meg egymást, vagy csupán cseréljünk hasznos információkat, esetleg pusztán szórakoztassuk egymást. Ha átmenetileg nincs ötlete, megelégszem e-mail címmel is, és igyekszem elindítani üzenetváltásunkat, ami egy barátság és párkapcsolat kezdete lehet. Levelezni, beszélgetni is szeretek, forduljon hozzám bizalommal. Talán éppen egyedülálló és párkapcsolati státuszát időben rendezni szeretné. Ez is most egy lehetőség erre. Sokan különféle okok miatt egyedülállóként, divatos szóval, szingliként élik mindennapjaikat, közülük egy valaki számára mencsvárat tudnék nyújtani. Szívesen veszem séta és kiránduló partner jelentkezését, romantikus kapcsolatra is nyitott vagyok. Leginkább azokkal találom meg a közös hangot, akik nézeteiket tekintve a hagyományos, ugyanakkor jövőbemutató értékek iránt elkötelezettek. Médiafogyasztási szokásaimra főként az MR1, MKR és komoly zenei rádiócsatornák hallgatása jellemző. Informatikusként tevékenykedem, webbel kapcsolatos programokat készítek, valamint blogokat vezetek. Szakirányú diplomával rendelkezem, a másik végzettségem kémia MSC. Kedvelt szabadidős tevékenységem az animáció, videó és rádiófelvétel készítés, ezekkel kapcsolatos kreatív időtöltés. Vidéken élek, költözésre vállalkozom, természetesen a fordított eset is egy lehetőség, országon belüli távolság részemről nem jelentene akadályt egy párkapcsolat kialakításánál. Határon túli magyar lakta területek lakóinak, diaszpórában élők levelét is várom. Személyiségtípusom INFPT, horoszkópom vak, január 19. Reménykedem benne, hogy ezen sajátos módon növelhetem a párkeresésem hatékonyságát. Összességében úgy vélem, érdemes velem megismerkedni, tegyünk egy próbát, pár perc az életből, az életért. Készségesen válaszolok a felmerülő kérdéseire e-mailben, bármely csevegő platformon, vagy a következő blogon, ahol mindenkori aktuális párkapcsolati állapotomról is tájékozódhat, valamint anonim módon is üzenhet részemre, parkereső@prozak.blogspot.com. Ezen videó, a kapcsolódó blog és a blogról elérhető Facebook és Instagram oldal lájkolásával, megosztásával, ajánlásával szintén segíthet párt találnom, amit megköszönök. pastelink.net/párkereső. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!